Egy rövid pihenőt követően január elején munkába álltak a nyíregyházi úszók, akik azóta kisebb versenyeken szálltak medencébe. Edzőtáborba idén nem utaztak el a szakák képviselői, de mint Urbin Tamás elmondta, hazai környezetben is jól fel tudtak készülni az országos bajnokságra. Nagy reményekkel vágunk neki ennek az OB-nak, ami nekünk most pozitívumként jön ki, hogy ugye tavaly is Kaposváron rendezték, elég messze volt. Most mindenkit, aki szinten rendelkezik, ugye egy nevezési szinten rendelkező versenyzők indulhatnak, egyéni számokba szeretném elindítani, illetve az összes váltószámot nevezzük. Ez kb. 16 versenyzőt érint, nem csak felnőtt korosztályból vannak serdülők, ifjúsági korosztályú versenyzők, akik már nevének kezdnek szintes, sőt, legutóbb egy gyermekkorcsoportos lányversenyzők Szabolcsa, amely szintet úszott a felnőtt bajnokságra. És én úgy gondolom, hogy ha egy Európa, világ és olimpiai bajnokokkal lehet egy medencébe úszni, mindenképpen meg kell adni a lehetőséget. Tankovics Anna az 50 és a 100 méter számaiban, illetve váltóban is nagyon kulcs szerepet játszik nálunk. Hadházi Dóri a 200 méter pillangón, illetve a 100 méteres pillangó számokban, valamint szintén váltótagként éremesélyes. Akire még döntőbe, illetve helyezésekre számíthatunk, ugye Barna Bianca. Én bízom benne, hogy a Molnár Kitti esetleg 200 pillangón, ez a mezőnytől is függ, illetve a pillanatnyi formától, de én azt mondom, ha valaki utánpótláskorban egy B-döntőt tud úszni egy országos felnőtt bajnokságon, az is nagyszerű eredmény. Stankovics Anna az elmúlt év őszén nagyszerűen szerepelt a rövidpályás országos bajnokságon. Reményei szerint teljesítményét meg tudja ismételni 50 méteres medencében is. Egy kicsit a tavalyi évhez képest átalakult a felkészülésünk, mert inkább a 100-as versenyszámról, inkább az 50 felé toltuk el az egészet, ezáltal az 50-melbe is nagyon bízom, hogy jó lesz, illetve most az OB-n bejön nekem egy új szám az 50 gyors tekintetében, hiszen idénre elkerült a 100 mell napjáról ez a versenyszám, úgyhogy abban is el fogok indulni. Hadházi Dóra éremszerzési reményekkel utazik az országos bajnokságra. Nagyon jó formában érzem magam, sohasem sikerült még szerintem így a felkészülésem, és remélem, hogy az országos bajnokságon minél jobb teljesítményt tudok elérni. 6 egyéni számban fogok úszni, és emellett még váltókat is úszunk. A fő hangsúly a 100 és 200 pillangóban, illetve 200 gyorsan is szeretnék egy nagyon jó időt úszni. És 200 pillén remélem, hogy az első két helyen tudok végezni. A 124. felnőtt országos bajnokság szerdán kezdődik a debreceni sportuszodában, és a versenyek szombaton érnek majd véget.